Pillanatokon belül kezdődik a mai rendezvényünk a Szolnokban. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az önkormányzatnak és a könyvtárnak, hogy amit megálmodtunk, az immár második alkalommal is létrehozottunk. Én kívánom mindenkinek, hogy érezze jól magát, az árusoknak azt, hogy el tudják adni az összes portékájukat, a kiállítóknak azt, hogy minél több rajongót szerezzenek. Érezzétek jól magát. Köszönöm. Mutatkozz be, kérlek, ki vagy te? Most jelen Petra vagyok, Pabsz cosplay, Pabsz néven tudok, mint cosplayer. És jelenleg én most egy horror játékból, egy mobilos játékból öltöztem be, az Identity Five-ból, abból is Mike Mortonnak, az akrobata karakternek, és abból is a limitált skinjének, bár őszinte megvallás szerint az én cuccom nem tökéletes, de mindent megpróbáltam. Magadnak készítetted? Igen, igen, teljes mértékben. És otthon varrógéppel csinálod? Igen, wow. A szobám csak erre van átalakítva, úgyhogy szabókorba, varrógép, varrósasztal, mindennel, külön anyagos szekrénnyel, teljes mértékben erre rá. Mit lehet ebben ennyire szeretni, hogy valakinek az életének ilyen fontos részévé váljon a cosplayezés? Szerintem az, hogy az ember úgy talál magának egy másik világot, egy inspirációt, valamivel. Van, aki belemenekül ebbe, ugye megpróbál a világ a rossz elől elmenekülni, van, aki pedig ebbe találja meg az önkifejezését. Hogy az ember szeret más lenni, szeret más bőrébe bújni, és szeret egy álmot megélni. De olyan szeretettel beszélsz, hogy kedvet kap az ember cosplayezni. Zsűritag vagy a cosplay versenyben. Mit figyelsz? Én főképpen az előadás kategóriához tartozom, mert én magam szintén több éves versenyző vagyok, itthon és külföldön is egyaránt. Itthon veterán versenyzőként szoktam fel. Veterán versenyző? Igen. Most hogy mondjuk ez? Veterán cosplayes? Igen. És... ugye én is ugyanúgy, mint a zsűritársaim, figyelem a varrás minőséget, amennyire értek a kiegészítőket, esetleges páncélelemeket, de én tényleg inkább az előadás kategóriában vagyok jó. Itt külön arra szoktam figyelni, hogy elsősorban mennyire élvező, hogy a színpadon van. Másodszorban mennyire karizmatikus, megfogja az ember. Élvezzük az előadását, hogy várjuk, hogy na, gyere, mutasd még, gyere, mi lesz nálad. Külön szoktam figyelni, hogy a zene illik a karakterhez, megadja a kisugárzást, a zenével együtt mozog-e, nem mozog. Nem szeretem, amikor van egy lassú, mély, nagyon mély töltetű szám, és akkor menj mit, mi a gyerek? Így,
az egyszerűen elveszi a varázsát az egésznek. Úgyhogy én összességében inkább magát a színpadi jelenlétet szoktam figyelni, és abban keresem a jó részeket, illetve a rosszakat is. És esetleg, hogyha van rá lehetőségem, akkor tanácsokat is szoktam adni, hogy hol kéne javítani, hol lehetne csiszolni. Mert tényleg elsősorban az én világom az a színpad. Aha. Érezd jól magad. Én ugyanezt kívánom mindenkinek. Aztán a császárral is érdekes a kapcsolata, mert a császár adott neki tanácsokat, de mindig csak azt fogadta meg, ami számára szimpatikus volt. Tehát ugye, ami azt mondta, hogy na, ez a tanács nekem hasznos, ezt megfogadjuk. A többit meg is szörnyed alások volt, hogy ezt nem érdekel. Először egy bemutatkozást kérlek meg, hogy honnan jöttél, és kinek a képviseletében valamely csoportnak a tagja? Szolyák Szabolcs, Budapest, Force Alliance Magyar Galaktikus Fan Club, aminek a Disney és Lucasfilm engedélyünk van. Tehát három ilyen csoport van Magyarországon. Összehez egy, a Lázadó Légió és mi. Parancsolj, mondd! Ebből én meg az egyik alapító. Mikor szippantott be téged a Star Wars? Születési ellenesség. Egyébként 1984, 7 éves koromban Hajdúszoboszló is talán mozi. És onnantól vége lett minden másnak? Igen. Nem lett vége minden másnak, mert második a Forma 1 meg az autó, de mondjuk annyi figura gyűjteményen meg, tehát az összes magyarul megjelent könyvet olvastam, tanúsítják, és figura gyűjteményemből mondjuk, ami van értékben, tehát
sokat személyes semmit nem ért. Amennyit ráköltöttem, abból tudnék venni akár egy új autót is. Mi izgalmas ennyire a Star Wars univerzumban? Miért szereted ennyire? Ez megfogalmazható? Megfogalmazható. Nem. Lehet, hogy rosszul mondom, de mindegy. Az a lényeg, hogy gyerekkoromban beleszeretem, ugye első volt a új remény, ami a negyedik rész. Uh-huh. Tehát az, hogy először ez a fantasztikus dolog, az, hogy mindenki a Darth Vader, úristen, jó, ő a vas király, mert így hívtuk általános iskolába, és akkor a Luke, a paraszt gyerek a sivatagból, majd ő pilóta szeretne lenni, stb. Ez igazi, az a mese. Aha. Onnan indult ki az egész, aztán beszippantott az, hogy gyerekkorom utána a magyar hamisítvány figurákat így a iskolás, általános iskolás éveimben még nagymamám is tudta, hogy melyik van meg, melyik nincs meg. Aha. Megvette otthon, a kertbe, a szőnyegen, akárhol azokkal játszottunk, iskolai születekbe, civil, tehát iskolai öppeimbe, távárszoztunk, stb. Utána jöttek, és folyamatosan be a 90-es években meg már a könyvek. Az újabb részek hogy tetszenek neked? Én... Figyelj csak, egyet mondok. De az mindent elárul. Az nem rajongó, aki fikáz bármelyik Star Wars filmet. Aha. Aha. Az nem rajongó. Az csak látta a filmet, vagy nem. Mert én már akkor, ugye megszerettem a Star Wars, akkor még internet nem volt, Magyarországon, és Európában sem. Esetleg a nehezene. Köszönjük szépen, hogy beszélgettél velünk. Érezd jól magad, szép napot neked. Én is köszönöm. Köszi.
Sziasztok! Honnan jöttetek? Hát sziasztok! Jó vagyok Pestről, mindegyikünk. A Vikingek sorozat ihlette, hogy Vikingnek öltözzetek, vagy ez egy régebbi indítatású történet nálatok? Hát elmondhatom, hogy szerintem igen, mindegyikünknél valamelyest a Viking sorozat löketett, hogy elkezdjük a dolgot. És eleinte mindegyikünk a Viking sorozatból volt valamelyik karakter, és utána találkoztunk egy hagyományőrző egyesülettel, és ő nekik köszönhetően elkezdtük kicsit komolyabban foglalkozni ezzel. Tehát most már szinte teljesen elhagytuk ezt a vikinges sorozatot, és inkább megpróbálunk a tényleges történelemben. Wow, tehát a sorozatból a tényleges érdeklődés a vikingek történelme felé ment el, tehát lemélyült ez az egész. Igen. Ez baromi izgalmas. Mi izgalmas a vikingekben? A férfiasság, a tökösség, a kinézet, a szakál? Nem feltétlenül, tehát nem a szakál teszi az ember, szokták ugye mondani. Hát ez egy jó kérdés. Szerintem én azt mondanám, hogy nálam, ami nagyon is megfogott ebben a témában az, hogy mindig is érdekeltek ezek a harci dolgok, és itt azért az ember kicsit újra gyerek lehet, és újra kipróbálhatja azokat a dolgokat, amiket mondjuk filmekben lát, és elég jó. Picit levezetésnek is jó, egy ilyen mindennapi szürke hétköznapok után az ember le tud vezetni, ki tud kapcsolni. Mert küzdötök, harcol? Igen. Hogy kell ezt elképzelni? Tényleg Dárda, mint Ragnar Lodbrokék? Hát, igazából a... Na vegyétek el! A fegyvereink, amik vannak, ugye ezek mind rendes fémfegyverek. Tehát tartunk, illetve vannak edzéseink, amiken ugye vannak kezdő, illetve haladó csoportok. Értelem szerint ugye a kezdők először csak fafegyverrel tanulják meg ugye az alapokat. Nagyon sokáig ugye nem is használhatnak fémfegyvert. Illetve hogyha átmennek egy vizsgán, amin bebizonyítják azt, hogy úgymond érettek erre a feladatra, hogy nem fogják megölni a másikat, vagy nem tesznek benne komolyabb kárt, akkor utána kiérdemlik azt, hogy fogjanak fémfegyvert, és akkor fémfegyverrel még mindig egymás ellen azért finoman, tudatosan, mert nem megölni szeretném, hanem sokszor szeretnék vele harcolni. Tehát azért finoman kell. Van, mikor ezt így gyengébb felszerelésbe, de van, mikor teljes felszerelésbe, láncingbe, sisakkal, teljes alkarvédővel, kesztyűvel, mindenki. Érezzétek jól magatokat. Igen, határozottam. Köszönjük szépen, sziasztok! Kérem szépen, a főnyeremény következik most ebben a sorsolásban. Tegye föl a kezét az, akinek zöld színű a tombola szelvénye. Na, ti szívtátok meg legjobban, mert ez két. Nagyon jó. Azt hiszik, hogy nem szivatom meg őket, de tényleg nem. Mert kék, karikás, 26. Egyre csúnyát mondtam, egyre behoz. Gratulálok egy nagy őszintet a sorsanáknak érnelni. Mindenki örül, hogy nyertenek. Jaj, nagyon. Szóval, a Lord bajnokság versenyét az idegesztetően az igen komoly. Harmadik helyezés. Nagy Péter érte el! Ami már úgy veszik a velük, ha itt van jöjjön, ha nincs itt, akkor semmiképp jöjjön. Ezzel szemben az ezüstérmes, Tóth Nándor. Gratulálunk! Ott legyen tőlem, ajánlom a szervezőbizottságtól köszönöm. A harmadik a Tekken bajnokságban az idei évben Fodor László. A harcikban éljön. A második helyezett a Tekken versenyben Barna Sándor. Gratulálok! Ez a díj, és ajándékot is kapsz. Köszönjük, hogy itt voltál és küzdöttél.
aki pedig legyőzhetetlennek bizonyult ebben az évben, Gajzár Zoltán! Gyere, gyere! Gratulálunk! Nem találtál legyőzőre? Gratulálunk hozzá! Oké! Okay. És akkor jöjjön a földszint. Itt az ifjúsági teremben volt rajzverseny, volt gamer quiz, volt opening quiz, az elképesztő volt, hogy 50 openinget kellett felismerni, nem semmi. Aztán volt anime, volt K-pop quiz, volt itt a cosplay verseny, aminek az eredményért, és ez itt nem sokára jön. Úgyhogy kezdjük a rajzversennyel. Miska, gyere, vedd a mikrofon, mesélj! Mindenkinek. Hát én vagyok. Kezdjük el, kezdek! Igazából 9 alkotásunk tud díjazni, illetve vámolgatunk közülük. Tavaly is többen voltak, 20-en, és most végülis könnyebb is volt a dolgunk valamilyen szinten, de a gyengétől a kivonosult teljesítményi nélkül, illetve minden volt. Hát akkor mondjuk, hogy különbíjas. Megkóvannak. Annyit azért elmondanék, hogy alkotás ügyben kiemelkedően kitöltötte a napot, hát ebben azért kicsit jobban is kellett dolgozni, viszont pozitívan komponálás. Köszönjük szépen! Harmadik helyzet. Kommentár Zsuzsanyi. Szép és helyes az eszköz használat. Annyi, hogy kicsit jobban kellett volna tölteni a lapot, de ettől függetlenül nagyon tetszett nekünk, úgyhogy megérdemeljük. Hát nem is egy olyan kicsit jobban. Második helyzet. Csadó Erika. Ő tavaly is a gondja is. Tavaly is a második volt. Nagyon jó ügynek és... De nagyon jó volt a szigetet, és teljesen végül nem is a kompozíció. Tök jó kérve helyezte a tőle karakterét. Hát végül is egy durvúrán volt, de egyébként is nagyon jó. Az első helyzet. No, ma mindenki látják meg a sorozatot. Hát ez egy kis sorozatot. Nem volt itt az első kérdésére. Még egy nagy tapsot szeretnék kérni, mert tényleg nagyon jó volt. 50 openinget kellett keresgálni, elképesztően a teljesítmény. És volt az anime kvízben
csapat verseny, úgyhogy most a győztes csapat két tagját szólítom ide a színpad elé. Kóbora Katalin, Gáspár Lilla! Gyertek, gyertek! Amelyik felhasznak ki a kezemből, oké? Fogadjuk, hogy te vagy Kati. Gratulálunk tehát. Jó, folytassuk a következővel. Jó, Kápok! Csak azokat énekeseket kell felismerni, aki pedig ebben abszolút az élet végzett, és minden tud a kórai muzsikáról. Egyébként körülbelül egy másfél órája néztem rá az Indexre, és egy másfél órája került fel a kórai kórháról egy baromira egy cikk. Az Indexre olvassátok el, baromira érdekes. De most vissza a kórai muzsikához. A Kápok kvíz első helyezettje, Rostás Ametiszt! Mindent is tudott! A Kápokban ismerője! Gratulálunk! Ajándék, Bobberéjel! Rendítsek! Hölgyeim és uraim! Megmondták a Lortecken, Dunkin, rajzverseny, Gamer Quiz, Opening, Honeywell, Kápok Quiz első helyezettje és győztesei. Mi van hát hátra? Kosszé! Yeah! A Kosszé verseny. Én megkérném a sűrítő gyönyörök ide mellém. Sziasztok! Már egyszer találkoztunk velük, hiszen amikor bemutatkoztak a Kosszé verseny fellépői, akkor ők már itt voltak, nyilván a cosplayesektől nem várható, hogy egész nap beöltözve várjanak minket, úgyhogy most nem is szólítom én mennyiukat ide, viszont átadnám egy csipetnyire a mikrofont a zsűrinek, mert nem mindenki volt itt akkor, amikor Dia környékén bemutatkoztak és elmondták, hogy mire is figyelnek egy ilyen bajnokságot, de én átadnám annak a zsűritagnak a mikrofont, aki maga is cosplay versenyeken indul hazánkban és külföldön is, úgyhogy igen ismert a szakmában. Hogy gyakorlál nekünk azt, mert azt, hogy mi az a cosplay, kíván mindenki tudja, mert most már szó is volt volt a délkörnyéken, de azt, hogy ők mire is figyelnek egy ilyen versenynél, vagy pontosan ne állj már háttal, hogy a közös. Te is versenyző vagy, oké, csak nem te fogsz beszélni. De te is nem. Tessék, mire figyeltek ilyenkor? Hát ugye elsősorban magára a... Azt, hogy mennyire hasonlít maga a versenyző a karakterre. Ugye megkapunk egy referenciaképet, ami nekünk ki van rakva a laptopon, és mi elsősorban ehhez viszonyítunk. Hogy megáll előttük ugye a versenyző, és mennyire hasonlít rá, mennyire adja vissza azt a képet, amit mi ott a működött látunk. Ezután következik maga a varrásunkra, maga a kivitelezés, a páncélok, a kellékek. Tüzetesen átnézzük, milyen anyagokat használ, milyen varrás technikát használ. Esetleg is már hogy kivitelez, mennyire figyel a részletekre, mennyire figyel oda a technikai, a mechanikai, esetleg is az elektronikai dolgokra. És utána ezt követően jön az, amit ti is látni szoktatok maga a színpadi jelenlét. Hogy mennyire tudja visszaadni a karakter, mennyire tudja visszaadni esetlegesen a környezetének a hangulatát, magának a karakternek a személyiségét. Lényegében, hogy mennyire tudja visszaadni azt, ami a kosztolírók a lényege, mennyire tud egyé válni magával a karakterrel. Szerintem megvagyunk. Vissza is adom. Köszönöm. Lényegében a különdíjasnál felfedeztük olyan
hibákat, ami esetlegesen egy másfajta rendezvényen nem felelt volna meg magának a jelentkezésnek is, illetve a zsűrizési alapnak, viszont olyan mértékű munkát talált ki magába a ruhába, és olyan kivitelezést, amire úgy döntöttük, hogy ezt igenis értékelni kell. Ezt igenis valamilyen szinten ki kell emelni, és díjazni kell. Szerintem tök jó fejsülünk. A buszvé verseny külön díjasa, Berka Kamilla. Gratulálom. A harmadik helyezettünk pedig Rada Luna. A Szónakor 2020 cosplay versenyének ezüstérmese pedig Éles Andrea, aki a számos zsűrinek szintén. És most a cosplay verseny bajnoka ebben az évben a Szolnokon 2020. Holt Andrea! És a zsűri se távozzon üres kézzel, egy nagy-nagy kapsot szeretnék neki kérni. Emelő kapott kapsot. Választás akkorának többet. És még egyszer köszönjük szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük a áldozatos munkátokat. Bízunk benne, hogy jövőben még több munkátok lesz, és hogy még többen fognak majd jelentkezni. Hogy jó, de legalább szó. Egy szellemű világban, egy szellemű világban, és nagyon jó szeretném volna a hangulatot hozta. Nagyon szépen, köszönöm. Ki az, akinek van problémája? Szóval adtam volna kölcsön magának. Csapjunk bele! Vegyétek elő, amitek van, rakjátok ki. Akinek több van, az többet is. Oké. Okay. Nem törgetjük, oké? Okay? Rendítsen. Mi az első gyereményünk? Zöld hal 98 először. Jó. De itt éves a létszünk, mi az? Oké. Tömű létet kell. 2345. Norbi csomag. Gratulálom, Dürr Kajra. Dürr Kajra. Bármire nem volnod magad. Jó. Gratulálom. Gratulálunk! Tényleg gratulálunk, aztán mutasd meg! Gratulálunk!
kisebb egészséggel töltöd el. Na, kérem szépen, egyre nagyobb ajándékok következnek, mind értékében, mind nagyságával. Érted? Aztán egészséggel. És most. Szóval. Füles. Szóval a kanas póló gondol a rajta. És rajta egy kitűző. Kettő kitűző. Aki még eddig nem nyert, aki eddig nem nyert, azok számára nagyon-nagyon jó hírek van. Hiszen így van esély megnyerni a főnyelvényt, mert maradnék náluk tombola. És ez bizony az utolsó nyelvénynek a főnyelv kisorsolása egyben az idei szkonyból rendezvény utolsó momentuma és pillanata lesz. Én most ragadom meg arra a lehetőséget, hogy megköszönjük nektek, hogy mennyire baromi jó közönség volt ezzel a Rádiófénen. Elképesztően jó arcok vagytok, és biztos vagyok benne, hogy jövőre megint találkozunk, megint ugyanint. Vigyázzatok addig is magatokra. Köszönjük szépen, hogy ennyien és ilyen sokáig itt voltatok. És most jön a fődíj kisorsolása. Tegye fel a kezét, akinél zöld fal van. Az nem nyert. Hát ezt beszívtátok. Mert ez egy sárga csillag. Szóval sárga, csillagos. Ki az, akinél pár? A zöld halasok már mennek is. És a szétszivattal a parasztal megyek haza. Szóval sárga, ki mondta, hogy kérlek paraszt? Sárga, csillag, egy számjegyű és páros. Esküszöm. Szóval, kinél van sárga, páros, egy számjegyű? Föl a kézzel. Mennyi? Páros, kinél van? Mennyi? Kettő. Másnál? Mennyi? 33. Akkor sárgál oda, ha tenyerted. Hát akkor gyere ki. Jaj, a szóval! Sárga csillag és tettes, egy őszinte reakciót láthatunk, hallhatunk sorra, 18-ban kerülhetek. Gratulálok a véleményedhez! Egy füles, csordos pólóban! Még egyszer nagyon szépen köszönjük!